Itt a Biatorbágy egy perces. Köszöntöm Önöket! A Biatorbágyi Általános Iskola és Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Diák Olimpián induló alsó tagozatos csapata a megyei döntőből továbbjutott az országos elődöntőbe. Január 19-én csütörtökön este 7 órakor nyitják meg Equilibrium címmel 5 biatorbágyi szobrász kiállítását az Etyeki Műhelyben. Január 20-án pénteken este a zenéjé lesz a főszerep. Frenké zenekara mutatják be az énekes legújabb Abszolút Szabadon című lemezét a Juhász Ferenc Művelődési Központban. Folytatódik a borult esős időjárás. Emellett a szél is felerősödik. Napközben 7, este és éjszaka 4 fokra számíthatunk. Köszönöm a figyelmüket, legyen szép napjuk. Viszontlátásra!